mit csináltok? Ha meg lesz a fényképezőgép, az tudja, hogy ebből magának nem lesz vége. Nekem mi a fasz? A vállalat megötte, Lászlót, ezért fedeztem meg a testvérkényszer alkalmazására került sor, majd erről elkötták. Ez pedig hivatalos személyes erőszak, és az intézmény most is ugyanaz, mint korábban, hogy a bizottság emiatt állapítsa meg a vállalat bűnösségét, és fedeztem benne szabjon ki börtönbüntetést, amelyet korábban is ezt indítványoztuk, hogy végrehajtásában próbálkozóra függesszem fel. Egy biztos, ezt még egyszer szeretném szögezni, hogy védelemszemmel szemben ügyészségi eljárás a napközi jogszabályok megszegésével zajlott koncepciós érdekel, megtoló célzattal. És hát nagyon megnyugtató, hogy a tisztelt bíróság végül is tényleg a törvényességi garanciákat tudta érvényesíteni, elvégezte a tényes felderítő munkát, és most már nem marad más hátra, mint egy felmentő ítélethozatal a megfelelő részletességi indoklással. Kihirdetem a bíróság ítéletét. A bíróság Kürti Zoltán vádlottat az ellene hivatalos személy elleni erőszak büntette, az 1978 évi 4-es törvény 229. szakasz első 8. bekezdése szerinti bűncselekmény miatt emelt vád alól felmenti. Az eljárás során felmerül bűnügyi költség az állam terhén marad. Foglaljanak helyet az ítélet, rövid szóbeli indokolása következik. Azt gondolom, hogy ez a megismételt eljárásban a bíróság a második elsőfokú eljárásban mindent megtett, hogy teljes körül legyen a bizonyítás, és tényleg egy megalapozott ítélet legyen meghozható. De azt gondolom, hogy ez a második megismételt eljárás, a második elsőfokú eljárás csak rá erősített arra azt gondolom helyesen meghozott elsőfokú ítéletre, amely a vádlott felmentését eredményezte. Két dátumot említek meg. 2012. július 7-én történt egy esemény a Kossuth téren, ahol te is ott voltál, és ott rendőrök támadtak rád, legyűrtek, megvertek, előállítottak, megkurcoltak, és most 2018. január 18-át írunk, és azt tudjuk megalapítani, hogy 5,5 év telt el, és most a bíróság nem sokkal ezelőtt, a Takács Ildikó bírónő felmentő ítéletet hirdetett az ügyedben, ugyanis ennek az ügynek nem te voltál a sértettje, hanem a vádlottja. És ráadásul a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2016-ban már egyszer felmentett, csak a fővárosi törvényszék az ügyészi fellebbezés alapján úgy gondolta, hogy még ki kell egészíteni az indokolást, és fel kell tárni még bizonyos tényeket. Számomra, mint nemzeti jogvédőnek egy tipikus állatorvosi lóként jelenik meg ez az eset, hiszen tele van olyan visszásságokkal, képtelenségekkel, amelyek azt igazolják, hogyha nincs megfelelő törvényességi kontroll, és nincs megfelelő, mondjam, tisztesség, akár a rendőrség, akár az ügyészség berkein belül, akkor egy ilyen ügy, ahol te áldozat voltál, az áldozatból bűnöst lehetne faragni, ha nem lenne
korrekt ítélkezés. Valóban több verzió elhangzott, azt kell, hogy mondjam, hogy a szabad kihetősége a bíróság részére megkérdőjeleződött. Ezzel szemben álltak ugye a védelem tanúi. És jelen esetben ezt, ennek áldásait élvezzük. De sokan vannak olyanok, akiknek ez nem jut. Hát ahol a 96%-os váderedményességgel dolgozó ügyészség átviszi a manipulált bizonyítékok rendszerét, és megfosztja a védekezés jogától a sértettet. Tehát itt felmentés történt. Hogy érzed magad most így az ített hirdetés után? Valamelyest megkönnyebbültem. Igazából rendkívül nyomasztó az, hogy 5,5 évig valaki egy büntető eljárás alatt van tartva, úgyhogy az égvilágon semmit nem követett el. Ráadásul az, aki csalak meg, tehát 14 hónappal a cselekmények után leközölték veled, hogy gyanúsított vagy. Tehát 1 év, 2 hónapig, tehát semmit nem tudtál erről az ügyről, mármint azt gondoltad, hogy nyomoznak a rendőrök ellen. Ehhez kiderült, hogy ellened nyomoznak. És téged gyanúsítanak meg. Tehát gyakorlatilag 14 hónapon keresztül nem voltak hajlandóak közölni, hogy engem miért állítottak elő, miért rugdostak fejbe, miért térdeltek a hátamon, miért foglalták le a fényképet, egyáltalán miért indult be ez a gépezet. Aztán 5,5 évben megtapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag az ügyészség nem, hogy próbálta volna függetlenül rekonstruálni a tényállást, a történteket, hanem gyakorlatilag pont annak az ellenkezője történt. Én próbáltam bizonyítani az ártatlanságomat, amit nekem nem kellett volna. Ők pedig ebben próbáltak ellehetetleníteni. Ezért történhetett meg az, hogy az ügyészségen először összecsúsztak akták, aztán a következő bírósági tárgyalásra már bevallották, hogy törlődtek, maguktól törlődtek videófelvételek. A vádiratban viszont láttam azokat a felvételeket, fotókat és videófelvételeket, amelyeket én szereztem be hosszas hónapnyi kitartó nyomozás útján. Gyakorlatilag a teljes hazai sajtó jelen volt a rendezvényen, senkit meg nem hallgat. Mert ez a Kossuth téren történt, és mi volt a rendezvény, hogy egy mondatban azért mondjuk el. Tehát ez a homoszexuális felvonulás napján történt ellen demonstráció résztvevői között voltam én dokumentálni azokat a várható rendőri jogsértéseket, amelyek egyébként a korábbi években is kísérték ezeket a rendezvényeket. Mondhatjuk azt, hogy a Nemzeti Jogügyi Szolgálat megbizottjaként, partnereként is, akkor te az én parlamenti munkatársam voltál, akkor én országgyűlési képviselő voltam, és igazából csak fejtegethetjük az okokat, hogy mi történhetett, hogy miért szúrtak ki téged a rendőrök, de nagy valószínűséggel tényleg arról van szó, hogy az ellene tanúskodó rendőr, a sértett, aki azt látja, hogy te hátulra rátámadtál, egyszerűen megelégelte, hogy te kamerázol, rögzíted, kérdéseid vannak, adott esetben megkérdezett, hogy miért bántalmaztak valakit korábban, stb. Ez, ami teljesen elfogadhatatlan egy jogállamban, és ráadásul azért a bíróság indokolása ritkán tud olyan jó lenni, hogy a védelem nagyon elégedett velem, elég van, a saját érveinket hallottuk. Viszont ugye itt, ha lefordítjuk a jog nyelvére, akkor itt azt állapítottam a bíróság, hogy nem lehetett kétséget kizárólag bizonyítani, hogy te elkövetted a terhelő cselekményt, de ezen mondat mögött azért olyanok sejlenek föl, és erre rámutatott tökéletesen a bíróság, hogy 3 rendőri kamera dolgozott közvetlenül a közelben, tehát 3 rendőri kamera vett elejétől fogva mindent a rendőri intézkedésekből, és nyilván abból is, hogy olyan támadnak rád a rendőrök. A felvételeken egyértelműen látható, hogy a cselekmény több rendőrségi kamera folyamatosan veszi. Ennek ellenére egyetlen egy terhelő bizonyíték nem került elő, egyetlen egy felvétel nem került elő, sőt, törlésre kerültek ezek a felvételek. Emellett, ami döntő bizonyíték szolgálhatott volna, az a vádlotti fényképezőgép volt. Na most azt kell ezzel kapcsolatban megállapítani, hogy hál' Istennek nagyon jól lehetett kivenni a felvételen az, hogy mi történt ezzel a fényképezőgéppel. Mondhatnánk ugye azt is, hogy akár mondhatnánk azt, hogy a vádlott gyorsan letörölte a fényképezőgépről, stb. Vagy hogy miért, hogy ne látszódjon az, hogy ő lökte ezeket, meglökte a parancsnokot, de egyértelműen látható, hogy tőle elvették ezt a képet,
és nem csak elvették és bevitték a buszba, vagy stb., hanem a kamerafelvételek előtt nyilvánvalóan elkezdték azon nyomban nyomogatni azt a gépet, és ennek során bizony abszolút lehetőségük volt arra, hogy ezeket a terhelő bizonyítékokat letöröljék, mint ahogy meg is történt, nem állnak rendelkezésekre ezek a felvételek. Most ebből a három felvételből vagy mindegyik eltűnt, vagy pedig úgymond, hát nem hivatalos úton, de előkerült egy felvétel, de ott pont kitakarásban van maga az esemény, viszont a te általad készített felvételeket elvették tőled a fényképezőt a rendőrök, látszódik a felvételen, és az is látszik, hogy nyomogatják, és ez kimondja a bíró az indokolásában, hogy tulajdonképpen egy botrányos dolog az, hogy ezek a rendőrök ezt a felvételt nagyvászorúsággal letörölték. Noha ez lett volna egy garanciális bizonyíték arra, hogy mi történt. Aztán arra nem is beszélve, hogy téged ott súlyosan bántalmaztak, súlyos sérüléseit keletkeztek, és még a rendőri előálltó gépkocsiban ülve is készül, van egy felvétel, ahol téged nem túl, hát udvariasan, mint egy káromkodva le degradáló módon illet ugye csúnya jelzőkkel a intézkedő rendőr. Igazából ugye a te eseted arra is bizonyíték számomra, és legyen ez tanulság mindenki számára, hogy egyrészt álljunk ki a jogainkért, és ne nyugodjunk bele abba, hogy bármilyen kormánytól, időszaktól függetlenül önkényesség irányába tolódjon el, akár a rendőrség, akár az ügyészség munkája. Itt a rendőrség ugye önkénye abban mutatkozik meg, hogy egyszerűen tényleg ezt a történetet kitalálták nyilvánvalóan, és ehhez ugye találtak a sértett rendőrön kívül, aki háttal volt, egy darab rendőrt a sok-sok intézkedő rendőr közül, aki azt mondta, hogy igen, ez megtörtént. Most erről rendőről meg kiderült kétszeri meghallgatása után, ez bíró ki is mondja, hogy olyan indulatos, olyan ingerült volt irántad, annyira ellentmondásosan nyilatkozott, és fülentett arról, hogy tulajdonképpen őt fenyegették a vallomása miatt, stb., hogy kirekesztette a bizonyítékok köréből, szava értetlenek minősítette, az úgymond sértett rendőrtanú pedig hát háttal volt, és nem volt hiteles. A többi rendőrtanú meg nem látott semmit. És volt 7 civil tanú, akik jelen voltak, dokumentátorok és tüntetők, meg egyetlen, akik egyben azon azt mondták, hogy nem történt ilyen. És ennek az ügynek kellett most 5,5 évig, de első fokon vagyunk, mert az ügyészség egy nagyon aktív képviselője, aki még a mostani tárgyaláson is tárgyalásvezető utasításokat próbált adni például Almási Lajosnak, ezért kértem is a tisztelt bíróságot, hogy utasítsa helyre az ügyészt. Magából megfeledkezve többször engem is inzultált, hülye kérdéseknek minősítette a kérdéseimet, vagy éppenséggel azt jeleztem, akkor mondtam, hogy ügyvédi titok, hogy például hogy került elő a felvétel, azt mondta, hogy ilyen nincs. Tehát egy ilyen ügyész most fellebbezés jelentett be, majd utána 5 perccel a fellebbezése után közölte, hogy de végül is a súlyosításért meg hát ugye a terhedre. Az ügyészség valóban azt tette hosszú-hosszú évek alatt, amikor már én is bekapcsoltam az ügybe, hogy egyszerűen akadályozta azt, hogy ügyészi szakban, nyomozati szakban kinyomozásra kerüljön a tényállás. Márpedig ez feladat az ügyészségnek, hogy a terhelő és az enyhítő körülményeket, vagy egyetlen a tényállás feltárja. A te indítványaidat, a mi indítványunkat sorra elutasították. Én nagyon remélem, hogy egy rövid időn belül végre jogerősítélettel is kimondható, hogy felmentettek, és téged a következmény nem terhel, viszont tehát ennek sok ideig kellett a terheit hordoznod, hogy az életedben ez milyen hatást gyakorolt rád, és mire készülsz ezután, ha esetleg a jogerő reményeink szerint bekövetkezik a jogerős felmentésed, akkor azért hagyod-e annyiban, hogy esetleg azért mész-e tovább? Semmiféleképpen sem szeretnék panaszkodni, de ugyanazt akkor el kell mondanom, hogy aki még nem volt egy hasonló képezetben, nem érezte magát bedarálva egy ilyen súlyosan jogsértő intézkedésben, az nem tudja felfogni, hogy milyen elképesztő 5,5 éven keresztül egy olyan büntetőeljárás részesének lenni, amely gyakorlatilag, tehát az égvilágon semmit nem követtem, és ezt mindig folyamatosan hangsúlyoztam végig következetesen, hogy nemhogy bűncselekményt vagy szabálysértést nem követtem el, de még olyan sem róható a terhemre, hogy a jó ízlés szabályaival szemben ment. Tehát bárkit mondjuk opciójelzővel illettem volna távolától. Hát ezt tudjuk is, aki ismert téged ilyen. De ugye te ráadásul országgyűlésben is tevékenkedsz, és ugye neked komoly hátrányaid voltak ezzel kapcsolatban, ha jól tudom. Igen, most az ügynek egy ilyen sok-sok abszurd része mellett az egyik, hogy velem igazából hivatalosan lehet azt mondani, hogy Kövér László közölte a gyanút, egészen pontosan nem is velem, hanem a főnököm főnökével, hogy azt mondjam, tehát én Gaudi Nagy Tamás, te voltál a képviselő, én neked voltam a munkatársad,
asszisztensed, és a frakcióvezető ura Vona Gáborral közölte azt Kövér László, hogy neki tudomása van erről. És lehet következmény a te munkába járásodra? Igen, gyakorlatilag egy időre felfüggesztették az állandó belépésre jogosító kártyámat, ezért hát nehéz helyzet állt fent, hogy a munkahelyemre fizikai módon egy ideig nem tudtam bemenni. Aztán korlátozottan tudtam bemenni, tehát az állandó belépőkártyámat napi belépőre cserélték. Ez egyszerűnek tűnik, de igazából nagyon nehéz az, aki járt már ilyen cipőbe, tudja, hogy mikor esőbe, turisták után sorba kell állni, hogy bejusson az ember a munkahelyére. Mint egy kínai turista gyakorlatilag úgy jártál gyakorlatilag a munkahelyedre. Egyéb vonatkozásokban is nyilván meg kellett ilyenek a terheivel küzdködnöd. A lényeg az, hogy azért minden esetre én is gratulálok neked, és hát felnézek rá, hogy végigcsinálta ezt a küzdelmet. Ennek is volt ebben részem, tehát a jogvédő számára különös előny, hogyha tudja, hogy milyen vállalatok padján ülni, hiszen a Pásztor ügyben én 3,5 évig voltam 6,5 év börtönbüntetés terhével vádolva, egy teljesen képtelen, hasonlóan képtelen ügyben. Legyen tanulság talán az, amit ugye egy rövid mondással lehet visszaadni, hogy angolul ugye úgy szól, hogy get up, stand up for your right, don't give up the fight, tehát kelj fel a jogaidért, és ne hagyd abba a küzdelmet. És ez a törvényességért folyik ez a küzdelem, ebben nyilván egyetértünk, tehát nem arról szól, hogy csúnya dolog, hogy vannak rendőrök, csúnya dolog, hogy vannak ügyészek. Az a csúnya dolog, ha visszaélnek a jogaikkal, és ezt ilyen hát aljas módon és tisztességtelenül teszik, és nagyon remélem, hogy hát nem nyilatkoztál, hogy mit tervezel ezután, de azért úgy gondolom, hogy lépni kell majd, és akik ugye itt ebben az eljárásban valótlanul nyilatkoztak, büntetőbíróság előtt kell, hogy feleljenek, és gondolom, hogy egyetértünk, hogy ennek te jóvátételre is jogosult vagy egy ilyen tortúra után. Igen, egyfajta ilyen végső konklúzióként én két dolgot vonnék le. Az egyik az mindenféleképpen a hála. Tehát bármennyire is szörnyű volt ez az egész történet, tehát én annyi segítséget, bátorítást, tehát ott nekem a helyszínen, meg kell említenem dr. Borbé Andrának a segítségét, aki ott azonnal a rendelkezésemre állt, és utána igen, a Nemzeti Jogvédő Szolgálati személyesen te, Ódi Nagy Tamás, hogyha azt egyértelműen ki tudom jelenteni, hogyha mögöttem nincs ez a támogatás, tehát mondjuk én egy olyan személy vagyok, aki adott esetben nem ismer téged, nem ismeri a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot, nem ismeri dr. Borbé Andrát is, akkor gyakorlatilag én már el vagyok ítélve. Tehát hiába védekezek, ugye nekem nem is kellett volna védekeznem, hiszen a bizonyítás az ügyészségnél van, de hiába tiltakozhattam volna foggal, körömmel, beindult egy olyan gépezet, hogy nem tudtam volna belőle kijönni. Én ezt tapasztaltam meg, hogy hiába ártatlan valaki, hogyha nem tud egy igazolást hozni, hogy éppen a másik földrészen volt, akkor az ügyészség elítélteti. Igen. Tehát ez az egyik nagy konklúzió részemről. A másik pedig az, és ez a úgymond az utóélete a történteknek, így az ítélet után, hogy meggyőződésem Pintér Sándortól olvastam valahol, amivel maradéktalanul egyet tudok érteni, hogy a rendőrségnek magából ki kell rekeszteni azokat, akik, és ugyanez az ügyészségre is vonatkozik, akik nem üldözik, hanem elkövetik a bűnt, és nekünk civileknek én azt gondolom, hogy óriási felelősségünk van abban, hogy a tisztességes ügyészeket és a tisztességes rendőröket ezen szándékukban lehetőségeinkhez mérten segítsük. A civil kontroll nagyon fontos, és az is nagyon fontos némi reklámmal, ugye a jogvédő szolgálat tekintetében mondani, hogy ugye szemben még nagyon sok olyan jogvédő szervezet van, amely magát jogvédőnek mondja, de valójában mondjuk adott esetben nem túl nemes célokat, mint például az illegális migrációt segíti elő, addig ugye mi nemzeti jogvédők, meg még a magyar emberek, megkurcolt magyar emberek érdekében lépünk fel, akik ráadásul itt jelen esetben a normalitás pártiak oldalán tüntettek egy provokatív, deviáns vonulás vonatkozásában, és akiket aztán végül is megkurcoltak. Úgyhogy legyen ez tanulság mindenki számára, és ezúttal is csak annyit tudom mondani, hogy a nemzeti jogvédők nem adják fel, utolsó paragrafusig dolgozunk. Ez tehát a bíróság ítélete, erre háromféle nyilatkozatot tehetnek, tudomásul veszik, megfelelezik, vagy 3 nap gondolkodási időt tartanak fel. Először ügyész urat kérdezem. Tiszta bíróság, felelezésre nem az ezt a korrekt törvényesítéletnek tartjuk, amint született, és nyilván a videlemnek lesz másolni sem, hogy örülennek, és tudomásra veszi, és nagyon reméli, hogy másodokban is ez fog történni, miután képtelen módon most sem látja a tisztítődésség, hogy itt ez az ügy eldőlt, de hát figyeljük, hogy felül és nyújtson be. Másodok is úgy gondolom, hogy rendezni fogja ezt az ügyet, most már érdemben felülbírható ítélet indoklást is hallottunk, tehát nyilván ez garanciát ad arra, hogy végre ennek a kárverjának véget ér, amit kritizoltának ki kellett állni ebben az ügyben.